Az őszi hónapokban is jelentős számú vendég fordul meg a Bakony-Balaton térségében. A Veszprémi Turinform iroda adatai szerint az erős nyár után tovább folytatódik az idegenforgalom szárnyalása és a városban és vonzás körzetében. A szakemberek szerint már nem csak egy napra érkeznek vendégek, hanem akár egy hetet is eltöltenek a Királynék városában. 3, 4, 5, sőt 6 napos vendégeink is, vendégészakát itt töltő vendégeink is vannak. Egyre inkább jellemző Veszprém idegen forgalmára, hogy az ideérkező turisták már nem csak egy napos kirándulások célpontjaként gondolnak a városra. Ezt mondta a Turisztikai Egyesület elnöke. Neubauer Sándorné kiemelte, a város adottságai miatt egész évben tud programokat kínálni. Nagyban hozzájárul ehhez a Szaléziánum, az állatkert, az aréna, a városban működő két színház és a hangvilla is. Az elmúlt hosszú hétvégén teltház volt a legtöbb szállodában, és a szakma várakozásai szerint a november közepére tervezett második Bakony Expo és a Mártonnap is számos vendéget vonz majd. Az éttermek szinte mindegyike készül ilyenkor, és nem csak egy napról van szó, hanem általában egy hétig lehet a libafalatokat kóstolgatni. Összegezve én úgy gondolom, hogy Veszprém festői környezetben csodálatos természeti adottságokkal rendelkező város, most már nem egy napos város, ide több napra érdemes ide jönni, és mindig talál az ide látogató valami olyan programot, amivel igazán tartalmasan el tudja tölteni az idejét. 2014 év végéig 127 ezer vendégészakát töltöttek el Veszprémben. Ezt a számot idén már a nyáron meghaladta a város idegenforgalma. Augusztus végéig több mint 132 ezer vendégészakát regisztráltak. Mi nagyon szeretünk itt pancsolni a kistesómmal a Balatonon, itt az egész családunk. Az őszi Balaton is egyre népszerűbb, elsősorban a hazai vendégek körében. Ebben a balatonkenesei szállodában is teltház volt a hosszú hétvégén, és a szülők egy része az őszi szünetre időzítette szabadságát, így a héten is 80% felett volt a foglaltság. Igazából ez egy párom nekünk meglepetésnek szánta, ezt ő választotta, de a Balatonpartot nagyon szeretjük, nyáron is, télen is szoktunk rendszeresen járni, wellnesselni a Balaton környékére, úgyhogy ezért esett most erre a választás, mert ebbe a szállodában még nem voltunk, és szerettük volna megnézni és kipróbálni. Új balatoni szezonról még nem beszélhetünk. A vendégek nagy része az időjárás függvényében foglalja le a szállodai szobákat. Sokan szeretnék ugye hosszabbítani a balatoni szezont. Azért azt látjuk, hogy sok foglalás előre bejött, de voltak jó néhányan, akik kivártak és várták, hogy milyen időjárást mondanak erre a hétvégére, és mivel ugye ilyen gyönyörű napsütéses, ragyogó időt mondtak, ezért még az utolsó pillanatban is jöttek be foglalások. Kihasználják a vendégek, hogy azért a Balaton körül ilyenkor sok szolgáltatás látnivaló van. A magyar vendégek körében továbbra is népszerű a szép kártya. A szobák több mint 50%-át pihenőkártyával fizették ki.